Uraim, miről szól a film? Hát ezt szerintem dobjuk át ezt a kérdést Badár Sándor úrnak, hiszen ő lesz az, aki erről nem mond egy szót se, csak meg kell tekinteni, meg kell nézni, részt kell rajta venni, és át kell szellemülni. Azért beszélek én róla, mert én vagyok a rendezője, és az egyik főszereplője is a filmnek. És ki a másik szereplő? A másik főszereplője itt áll mellettem, Kővári Barna. Ő a másik főszereplő. A másik. Igen. Szépen érezzük az örödést, ugye? De ő nem tudja, hogy miről szól, mert a 70%-át átaludta ennek a filmnek. Ez nem igaz. Én vezettem, szedem össze. Te aludtál, amikor vezettél akkor. Én vezettem és aludtam. Szuper tehát az volt. Egyre az jobb. Egy különleges állapot. Azt se csinálják meg sokan egyébként. Vagy akik megcsinálják, már nem jöttek vissza. De mi ügyesek vagyunk, mi visszajöttünk. Mert a film főleg erről szól egyébként, hogy mi visszajöttünk. Tehát, hogy teljesítettünk egy olyan extrém rallit, ami nem teljesíthetetlen, tehát azért vannak emberek, akik ezen végigmentek, viszont a dilettánsok számára, azok számára, akik még nem voltak ilyen környezetben, még nem találkoztak terepjáróval, még nem mentek úgy lefelé, hogy ordítottak, és nem mentek úgy fölfelé, hogy nem tudták, hogy hol lesz a vége. És nem találkoztak még skorpióval, meg pufogó viperákkal. És nem találkoztak olyan emberekkel, akik szerettek volna velünk találkozni. És szerettek volna fehér ember húst enni. Azok ugye az első percben azt mondják, hogy feladom. És volt is ilyen, viszont mi végig mentünk és teljesítettük ezt a túrát. A film zömében erről szól, de nem a saját magunk dicshimnusza, és nem is egy ilyen emlékkönyv, tehát hogy lapozzunk, hogy itt jártunk, meg ott jártunk, hanem szerettünk volna valami olyat átadni azoknak, akik itthon maradtak. Akik nem merték vállalni. Akik nem tudták, vagy nem merték vállalni, hogy legyen képük, legyen fogalmuk arról, hogy mi ez a verseny, és hogy mit szakít ki az emberből, történetesen két cimborából. Nem merem azt mondani, hogy jó barátból, mert ugye ez a verseny, ez szét is tolhatja az embereket, meg össze is ránthatja. Tehát a barátság az menet közben alakul ki, akkor, amikor veszély van, és akkor mondjuk történetesen Barna csak alszik, és így megbököm, hogy vigyázz, és így ébred föl, hogy kit kell megfejelni. Tehát, ugye, kire kell fogni azonnal a kalasnyikovot, és akkor szembesültünk, hogy ja, ránk a barátság ott kezdődik. A barátság ott kezdődik, tehát nem az az első mondat, hogy fussunk, hanem hogy kit kell megfejelni. Tehát, hogy itt kezdődik, és aztán ott folytatódik, amikor az ember tényleg válvetve, és hát és egy komolyan kiáll a másik mellé, hogy akkor mind a ketten. Barna, és milyen volt, hogy most Badár Sándor ült melletted a jobb egyen? Sanyi sokat ült a jobb egyen, amikor átült a bal egybe, akkor azonnal elaludt. Hozzáteszem az operatőr Pataki Ádámról se feledkezzünk meg, aki ezt az egészet rögzítette, és onnan tudjuk, hogy hol jártunk, mert ő fölvette. Mert mi teljesen elcsúsztunk a téridő intervallumban, viszont amikor a Sanyi vezetett, akkor tényleg elaludt, én is elaludtam, meg Ádám is, úgyhogy az öreg koporszakálló irányított minket, és amikor én fölébredtem, és ráugrítottam, hogy ébredj fel, akkor azt mondta, hogy ő nem alszik. Mondom, azonnal álljál meg, mert halálfélelmem van, és csak akkor állt meg, amikor végre pisilnie kellett, én azonnal átültem, lenyomtam a gombot, és onnantól kezdve nem adtam át neki a kormányt. A Barnának csak halálfélelme volt, tehát azért ott hozzátenném, hogy neki úgy lett volna igazán teljes az út, hogyha ül a jobb egybe, és vittünk volna magunk egy kis kormányt, amit ő így fog egész időszakot, akkor nem lett volna halálfélelme, mert ha kormányt fogja, akkor nincs. Akkor csak így kitágul a pupilla, hogy és így megyünk előre 130-al. Ha ugyanezt csinálja egy másik ember, teljesen normális, akkor ő a jobb oldalon az anyós ülésen. Csak ezt lehetett látni, és mondtam neki, hogy mondom, figyelj, mondom, miért ordítasz? Azt mondja, mert én egy rally versenyző vagyok. Mondom, te most tudod, mi vagy? Anyós, neked csönd. És ugye innentől kezdve helyre lett téve a történet, fogta a fáját, bekötötte a téppel leragasztotta a szemét, hogy ne lássa, igen, és magamat körbeszélgetően összelagoztam az üléshez. És így száguldottunk előre, és odaértünk. Ugyanis nekem abba hihetetlen rutinba, amit ugye az alvavezetéssel végrehajtok, amikor te vezettél, vagy aludtál, vagy ástunk, vagy bekéstünk. Ez az, amikor te vezettél. Nem, ez a három alkalom, három szituáció. És mindig is belebuktunk. Tessék, ugye, amikor én mentem, akkor semmi gond nem volt, mert még navigálni sem tudsz, hiszen bio-GPS-eket hallgattunk. Hogy kell bekapcsolni a GPS? Fogalma sincs. Nem tudjuk. Ez egy GPS-túra. És mégis odaértünk, és mégis megtaláltunk minden pontot. És nem, csak nem, úgy... várjál, mi más úton valahol mentünk, várjál, a többiek. Tehát mi egy másikba makót tettünk. Csak hogy tisztázzuk. Akkor, amikor én háromszor mentem le az útról, így, hogy... Igen. És ugye majdnem azt
azt éreztem, hogy meghaltunk, akkor te úgy aludtál mellettem, hogy föl se ébredtél. Mert olyan fáradt voltam, mert előtte amikor, egy héten keresztül nekem kellett vezetni, mert nem mertem odaadni neked. Majdnem neki mentem a fölborult kamionnak, mert én se láttam, csak így meresztettem a szemem, hogy mi lehet ez? Akkor ütötted el a csacsifogatot. Akkor úgy aludtál, hogy nem is tudtalak fölébreszteni. Tehát csak másnap tudtad ezt meg. Folyt a nyálam és horkoltam. Na most akkor megkérdezem én, hogy ha ezeket a dolgokat megcsináltam úgy, hogy én is aludtam közben, akkor ki a király? Tessék. Te vagy a király, tessék, te vagy a király. Ennyi. Mindig ez lett a vége az egésznek, hogy ő van az, aki följebb pozícionálja saját magát. Tessék, én ifjú padavánként akkor behódolok. Jó, de fordítva egyébként csak instrukciókat követelt. Tehát, hogyha ő fogta a kormányt, akkor jobbra iránykoordinátákat kérek. Mondd meg, hogy merre, jobbra vagy balra, mondom. Kellett, nem teljesen mindegy, mondom. Délre, ez a lényeg. Nagy lefelé, intervallumban lefelé, mert körülbelül arra van Bamako, egyszer csak meg lesz. És ezt úgy kell elképzelni, ezt az utazást, hogy ez tulajdonképpen vége egy hatalmas röhögés, vagy azért itt voltak feszültségek is? Hát nekünk. Mert mások számára nem, nekünk egy hatalmas nekünk. Röhögés volt egyébként, és én már előtte részt vettem ázsiai túrán is, tehát hogy tényleg ebben igaza van a Sanyinak, hogy ez kapcsolatokat vagy tönkretesz, vagy nagyon-nagyon összekovácsol. És mi hála Istennek ebben a második csoportba tartozunk, hiszen GPS pontokat, helységeket, látványosokat hagytunk el azért, mert folyamatosan röhögtünk, és nem vettük észre, hogy egy hete ugyanabban az alsó vagyunk, mert egyfolytában kacagunk, és ez így is van, tehát, hogy addig, azon a héten nem ettünk, nem aludtunk, csak ásványvizet ittunk, és akkor szembesültünk ezzel, hogy ha-ho, ebben a ruciban rajtoltunk, Sanyi, jó reggelt! Tehát, hogy nagyon komoly jelenformáló hatása van egy ilyen túrának, azért kell hosszú távú túrára menni, hogy az ember megismerje saját magát. Ez volt a legnagyobb probléma, hogy ebbe rajtoltunk. Én 30 éve vagyok ebben, és nem zavart. Tehát mondtam neki, hogy csak így ülhet, a hóna így szorítsa, nehogy itt a hónai kutya kibújjon alóla, mert az lehet képzelni, hogy ebben az egy légkőmétrennyi területen három férfinak milyen illata van. Fincsi. Fincsi. Az ne zavarjon senkit, hogy 4,5 kilométer magas az atlasz. Azon át kell kelni. De hát nem olyan hosszú. Utána egyébként ott van Mauritánia, a világ negyedik legszegényebb országa, ahol a gyerkőcök 75%-a HIV pozitív, a maradék 25% ebolás. Ezek a gyerkőcök nem nagyon láttak még fejre, mert ezért elkezdtek fogdosni minket. Ne rettenj fel őket. Meg kell nézni a filmet, tök jó. Egyébként izgalmas, és... ránk is hatással volt. Természetesen hozzáteszem, és valóban ezek a dolgok, ezek adatok, amiket a Barna az előbb elsorolt, és ráadásul igazak is, de ettől függetlenül ez az embert ott már nem érdekli. Tehát amikor bent van ebbe a környezetbe, és asszimilálódik, és tényleg elfogadja azokat a feltételeket, amik ott egyébként mindennaposak meg adottak, ott már ez teljesen természetessé válik, és az ember része lesz ennek a furcsa nagy egésznek, és ennek a hihetetlen hátrafelé időutazásnak. Majdnem azt mondom, hogy az őskorszakig mentünk vissza. 3000 évet utaztunk vissza 3 hét alatt, és utána ezt az egészet visszahoztuk tulajdonképpen 12 óra alatt. Durván, ezt lehet mondani, de ez benne van a filmben. Tehát minden, amit ha már az első kérdésedre vissza lehet csatolni, vissza. Akkor annyit szeretnék mondani, hogy ez mind benne van a filmben, mert ez volt az alapvető cél. Akkor, amikor elindultunk ebbe az ismeretlenbe, amikor arra gondoltunk, hogy meg kéne filmesíteni a mi Bamako rallinkat, mert hozzáteszem, hogy mindenkinek egészen más. Egy saját Bamakója van mindenkinek. Mi a saját utunkon mentünk ezen a versenyen végig. Úgyhogy megy a versenyúton. Rajtja és célja is volt neki, tehát mindenki ugyanonnan rajtolt és ugyanoda érkezett meg, de mi nem találkoztunk senkivel, és ők se velünk. Tehát, mi alternatív útvonalon mentünk. Úgyhogy teljesítettük, és 20-ok is lettünk. De viszont amit elterveztünk, az, hogy mit szeretnénk majd ebbe a filmbe viszont láttatni, az mind bejött. Tehát annak ellenére, hogy gőzünk nem volt róla, amikor elindultunk, hogy hova megyünk, majdnem azt mondom, hogy ugyanolyan nehézség egyébként hétköznapokon végigmenni Budapesten a körúton, mint lemenni Bamakóba, és ugyanannyi veszély leselkedik az emberre, oldalról, előről, hátulról, fölülről, viszont nincs ennyi psziché benne, mint amennyi ebbe a versenybe, és ezt bele akartuk pakolni maximálisan. Nagyon sokat pakol az emberre folyamatosan, és ezért volt jó az instrukció, amit a Sanyi egyébként Ádámnak mondott, mint operatőrnek, hogy mindent vegyél, nagyon egyszerű, ennyi, azt is, ha minket vernek, ha mi verünk valakit, vagy ha egymást verjük, azt is. És egyébként hiába mondja, hogy ő a rendező, mert most ezzel nagy pályázik, ott van fönt a rendező szerintem. Engem már csak így végezetül egy dolog érdekel, hogy egy autóval jöttetek?
Nem. Én jöttem utána. Tehát nincs olyan, hogy együtt egy autóba ülnénk. Ilyen nincs. Soha többet. Na ezt akartam kérdezni. Lesz azért még közös túra? Persze. Alapvetően ezt megismételni nem lehet. Tehát nem futunk azután, hogy egyből visszaszaladjunk. Az öreg majd úgyis rendez valamit, merre el kell indulnunk. Ez a barátság egy életre szól. Tehát ez nagyon fontos üzenet ennek a filmnek, hogy itt egy nagyon komoly hármas egység alakult ki. A mi kis kettősünkről nem is beszélve, tehát nem kell keresgélnünk még egyszer ugyanezt, majd a sors bedobja, vagy bead egy újabb lehetőséget, nem kell utána futnunk. Nagyon sokan ezzel hibázzák el, hogy még egyszer, nem, majd lesz valami, ahol nekünk együtt lesz dolgunk, de az kizárt, hogy ő vezessem.